Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Most bepillantunk a kártyák világába. Itt látható egy virágcsokor. Ez utal a te szépségedre, a jó ízlésedre, a nőiességedre, egy kreatív tevékenységre, amit ez a kártya még jelenthet, egy meglepetés, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. Itt látható ez a hegyvidék, és ez jelenthet tényleg egy hegyvidéket, mint például egy kirándulást ebben a környezetben, de utal a téli hónapokra is, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád, amit átéltél a téli hónapokban, amit ez a kártya még jelenthet a problémák. De ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezeket az eseményeket. Itt voltak a téli hónapokban problémák, nehézségek, a koporsó ezt most lezárja. Ha esetleg van egy örökösödési ügyed, akkor itt még vannak bizonyos témák, amit el kell rendezni. Ez a kártya utal egy kellemes meglepetésre, egy ajándékra, egy kreatív tevékenységre, de utal a tavaszra is, hogy a tél, a problémák most lezáródnak, tavasszal lesz egy új kezdet, és itt megjelenik a szerencse. Itt ez a torony utalhat egy magas férfire, de jelent nagyvárost is. Azon kívül jelentheti a hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Mégpedig lehet ez az örökösödési ügy. Itt ez a virág utal a tisztaságra, az ártatlanságra, vagy arra, hogy itt kitisztul valami, rendeződik valami. Amennyiben ő még nős, akkor ez a torony utalhat a bíróságra, tehát utalhat a válásra is. Itt látható a szerencse, hiszen a csillagok a szerencsét jelentik, azon kívül az időt, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy meg van írva a csillagképekben. Ez lehet egy spirituális terület is. Itt látható az ártatlanság, kiderül valami, tisztázódik valami, itt van a szerencse. Ez a kép utalhat egy magas, vékony férfira, de jelenthet hivatalos dolgokat is. Amit ez a kála virág még szimbolizál a Lenormand kártyáknál, ez a szexuális kapcsolat. Tehát ez a magas férfi ilyen szándékokkal közeledik hozzád. Itt látható a mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya mindazt jelentheti, ami a mozgással összefügg, mint például utazások, vagy sport, vagy autó. Itt a nap. Azt jelenti, hogy itt rendeződik, kitisztul valami. Valami látható lesz számodra.
jelenti a kisugárzásodat is, és a vonzó erőt kettőtök között, vagy a nyári hónapokat. Itt barátságokról vagy hűségekről van szó. Ez a férfi hűséges hozzád. Persze jelentheti a házi állatokat is, mint kutyád vagy egy cicát. Itt előre mennek az események. Lehet, hogy lesz itt egy utazás. Vannak baráti kapcsolatok. A társad hűséges hozzád. Nyíltan beszél veled. Tervez valamit a nyári hónapokban, és ez lehet egy utazás, vagy egy látogatás, hiszen a baráti kör is megjelenik itt a kártyáknál. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!